Köszöntöm nézőinket és üdvözlöm a stúdióban vendégemet, Máté Istvánt, Budakalász egyes számú választókerületének önkormányzati képviselőjét, a Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság elnökét. Üdvözlöm sok szeretettel. Köszönöm szépen, és én is üdvözlöm a városi lakótársaimat. Nemrégiben beszélgettünk, de azóta nagyon sok minden történt. Egy kicsit arról kérem, hogy meséljen a saját választókerületéről, hogy mi az, ami történt az elmúlt időszakban itt az egyes számú választókerületben. Az egyes számú választókerület az egyik legjobb körzet, mert aránylag rend van mindenhol. Amit folyamatosan csinálunk, hogy most hát van egy gyönyörű parkunk, annak a fenntartására tavaszi energia rengeteg elmegy, hála a városi dolgozóknak, tényleg szépen csinálják, virágosítják, nyírják, nagyon szépen haladnak a kátyúzások. Most nem úgy kátyúztak, hanem tökéletesen kátyúztak, mert nem 20 centis lukakat ástak, hanem tényleg ott, ahol vannak 20 centis foltok jobbra-balra, nem foltra foltot tettek, kiszedtek inkább 10 négyzetméter. Tehát alaposabb munka, ez sokkal tovább fog tartani. Tényleg egyébként nagyon tönkretette az utakat? Mi a tapasztalat? Teljesen. Tényleg, ahogy van, tönkretette az utat. Azért nem mindenki elégedett teljesen, mert van, amikor az mondjuk nem is az én körzetem, csak hogy akik a kutyát sétáltatják, olyan gyors a növények növekedése, hogy a kutyák összeszedik a toklászt. Hát most már hivatalban jeleztük, hogy azon a részen, ahol kutya sétáltató van, nem a szokásos fűnyírás, mikor felmegy a toklász, vegyük figyelembe, alacsony testű kutyák összeszedik, és az állatorvosnak csinálja meg a problémáját, hogy ezeket operálni kell. És hát sajnáljuk az állatokat, mert az tényleg igazuk van a lakóknak. Ők olyan kedvesek, aranyosok, hogy felajánlották, hogyha kell, akkor ők is csinálják. Tehát az együttműködést meg szeretem. Ez már legalább egy szándék. Mi az, ami még történt az elmúlt időszakban önöknél? Hát folyamatosan a sportpálya létesítmények azok teljesen egy óriási fejlődésben van. Hát még az ősz folyamán egy új műfüves pályát kaptunk, folyamatosan tornák vannak. Nagyon nagy a tónak a használata, meg a körzetének. Tehát ifi tornák mennek, picik tornája ott van, olyan, van egy nagy parkoló előttünk, hát az 55 autó fér el, mindig telt házon a parkolóba, de napközben is minden egyéb nélkül olyan mértékű a sportolás. Kell a fiataloknak az a lehetőség, hogy ne kell a városba elvinni őket. Egész a 5 évestől már jöhetnek, és nem az a lényeg, hogy mindenki Ronaldo legyen, vagy Messi, az a lényeg, hogy minden gyerek tudjon sportolni, elérhető helyen és elérhető áron. És ha jól tudom, akkor az iskolák is használják ezt a területet. Azok folyamatosan, mert van, mivel az iskoláknak elég ér a iskola a tornatermi lehetőségük, van egy ilyen kézilabda méretű sátor, amit télen is fent van, az rendszeresen jönnek az iskolások, meg a szabadpályára is, mert tulajdonképpen ezért csináltatta az önkormányzat, ezért járult hozzá, a önrésszel, állami pénzből, cégek támogatásából készültek ezek, de visszatérül teljesen. Nagyon nagy a sportélet, futak a láztól kezdve minden, futnak az emberek, sportrendezvények vannak. Most város 10 éves volt, akkor még 10 kilométeres futás is volt, de 6-700 ember jön el egy ilyen sportrendezvényre, hogy fussanak. De már külsősök is, sokszor találkozok ismerősökkel, meg még rokonokkal is, hogy ott áll a parkolóban a kocsi, mondom, hozzám jöttél? Azt mondja, nem, csak jöttünk futni. Kijönnek Pest belvárosába futni, azt mondja, isteni levegő, jó levegő, le tudunk parkolni, és még egy jó vacsorára is itt tudunk maradni valamelyik büfébe. Igen, hiszen nemzet, vagy magyarországi, magyar bajnoki futamoknak is lehetőséget ad a tó és környéke, a rekordtámpája, ahol nem is régen volt egy ilyen jellegű futás, egy ultramaraton. Így van, az egy rendkívüli volt, én még mondtam, hogy az nem létezik, hogy ennyit lehessen futni. De valós igaz, ez egy pomázi csoport, és mi boldogan szívesen felajánljuk, mert
mindig csatlakoznak, aztán megtaláljuk benne a kalásziakat is előbb-utóbb, mert azért az emberek vágyódnak ezután. Ez most nem divat, mert az én családomban is van egyik fiam, aki soha nem sportolt, semmit sem csinált. Most 38 éves, 39 évesen 15-20 kilométereket simán lefut. Ha bárhova elutazunk, akkor reggel fel kell, azt mondja, megyek, futok egy kört. Mennyit futottál, mert a műszerek mutatják? Hát 12 kilométer. Csak úgy, reggelire. És ha már futás, és ha Omsk-tó, akkor a tófutást is meg kell említeni, ami idén egy kicsit különlegesebb volt, mint az elmúlt években, hiszen az egészség is szorosan hozzá kapcsolódott ez a rendezvényhez. Így van, ott mindenféle segítségek voltak, mérések voltak, más külső szervek is támogatták. Ez volt az a 10 kilométeres futás. Én sajnos pont nem voltam itthon, mert családi kötelezettség miatt el kellett menni, és én is csak az újságból láttam, hogy mennyire fel volt ez színezve, mennyire teljes terjedelmileg a sportról szólt. Igen, és az egészségről, ami nagyon fontos, hogy az egészségre mindig nagy hangsúlyt fektetnek itt a környéken élők is, és mert már nem csak Budakalászról jönnek ezekre a rendezvényekre, hanem... teljes perifériáról, Szentendéről, mindenhonnan jönnek szívesen. Sőt, a fővárosból is. A fővárosból meg pláne. De és nagyon szerencsések vagyunk, mert olyan helyen, hogy elérhető mindenhonnan. A könnyedebb témák után most érjünk rá egy kicsit a Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság munkájára. Talán kezdjük 2018-nál azzal a költségvetéssel, hogyan zárult 2018. Hát nyugodtan mondhatom, hogy már évek óta vagyok ennek a bizottságnak az élén, hogy hasonlóan, mint az előző években, sőt az utolsó két évünk sokkal jobb volt, mint a előtte volt. Tulajdonképpen annak köszönhető, hogy a pénzügyi csoport hatékonyabban működött. Tehát nem hagyta elveszni azokat a vállalkozótak, akik összegyűlik az adóssága, és bezáratja a boltot. Tehát időbe kérte a pénz, de az jó, mert akkor azok a vállalkozók vannak, akikre tudunk, hogy számítsunk. Ha már valaki tudja, hogy ez egy elég nehéz település, itten odafigyelnek a dolgokra, a pénzükre, azok oda már nem jönnek oda, hogy mostan csináljuk, és akkor egy év múlva kiderül, hogy jaj, hát nem fizetünk lakbért, béreljük a raktárt, ezek teljesen megszűntek. Nagyon szép statisztikák jöttek le, 100%-os terv, 100% körüli hatékonysága, be is jöttek a pénzek. Hát ha úgy figyelembe vesszük a városnak, csak a költségvetését mondom, az áthúzódó, tavalyról áthozódó projekteknek a pénze az félre van téve, az iskola pénze félre van téve, az több mint 3 milliárd forint, ami még önkormányzat kezelésében van. Arról kár beszélni, de viszont annyit, hogy mindenki érzékelje, a város tavaly 2,3 milliárd forint bevétele volt. Ez a bevétel arra van, hogy fenntartsuk a várost, költségeket fedezzük, ebből támogatjuk a sportot, a iskolát, a nyugdíjas otthon, a fizetéseket, a városot rendbe tesszük. Ez a 2,3 milliárd forint, ez meg áll a normatív, amit az államtól kapunk, az ilyen cirka 540 millió forint. Iparűzési adó szerintem fantasztikusan jó, ez adja meg a városnak a jólétét, a anyagi biztonságát. 732 millió forint bevételünk volt iparűzési adóból, akkor ezen felül meg van még több mint 1 milliárd forintunk, ami lehet bérbeadásokból, ingatlan értékesítésből, gépkocsi adókból és egyéb ilyen nyerességes vállalkozási bevételünkből. Ezek a pénzek, ezek így nagyon szépen hangzik, de ezek el is fogynak. Mennek ebből a támogatások, mennek ebből a segítségek, ebből mennek az útépítések, több száz millió forintot költünk el évente utakra, felújítjuk az óvodát, tatarozzuk az iskolákat, besegítünk ott az iskola, nem a mi hatáskörünk, de ha bármi van, azért ott vagyunk, mi is besegítünk. Milyen helyzet a pénzmaradványokkal? 250 millió forint kerekítve maradványunk volt. Ebből 200 millió forintot félretettünk arra a régen áhított óvodára, ami tényleg két éve bezártunk egy óvodát, pályázaton szerettünk volna nyerni, nem sikerült. Hát tudomásul kell venni, hogy vannak sokkal nehezebb helyzetben lévő települések vidéken, ahova inkább oda kellett a pénz, ott nem volt lehetőség.
de a 200 millió fontot félretettük, és amennyi esetben nem nyerjük meg a pályázatot, még van ebbe az évben futó pályázatunk az iskola óvoda bővítésére, új óvoda építésére pontosabban, hogy ez a pénz, ha nem jön meg, akkor a következő évi költségvetésből mi megpotoljuk, legfeljebb kevesebb utat fogunk aszfaltozni, vagy bármi, de az szerintem még mindig jobb, mert ilyen óvoda, hát becslésem szerintem 400 millió forint körül költségben van a mai kornak megfelelő követelményekkel. De hát a gyerekeinknek csináljuk. Igen, mert itt azért nagyon sok minden szabványnak meg kell felelni egy óvoda építésénél. Hát igen, meg magunknak is meg akarunk már felelni, mert azért, ha eljutottunk egy szintre, én mikor gyerek voltam, örültünk, hogy volt óvoda. Hát, hogy 40-en voltunk egy csoportban, vagy 50-en nem számított. Itt azért számít a létszám, a tematika, a foglalkozás. Nekem van egy kislányom, és jár, ő is logopédiára. Állandó logopédus van, nem az, hogy majd jön valaki. Minden óvodának állandó logopédusa van. És a gyerekem gyönyörűen mondja az R betűt. És akkor kivadóan mondta is, hogy olyan lelkesen figyelt a gyerek, annyira meg akart felelni. Ez nem azért van, mert hogy a gyerek meg akar felelni, mert olyan jól foglalkozzak vele. Mit lehet egyébként tudni így a tervekről, hogy hol tart most, még így, hogy nem tudjuk, hogy nyerte a pályázat? Hát ott úgy állunk, ez a óvodáról maradjunk, igen, szerintem igen. Ez a sarkalatos pontja a városnak. Az iskola, az megy folyamatában, remélem jövő ősszel már nyitunk. Most végeznek a régészek az iskolán, és akkor kezdődik a alapozása, meg a földkiszedés és a alapkészítés. Akkor nagyon nagy látványos dolgok lesznek itt őszre már. De az óvodának a bontását mindenképp, hogy elkezdjük most, ha szerencsénk van augusztusba, és meg kell várnunk a pályázatot, és mivel a költségvetésünk csak 200 millió forint, azzal nem tudunk pályáztatni, tehát kivitelezést, mert az egész fedezet nincs meg. Igen. Meg kell várnunk a januári bevételünket, vagy tervünket, biztos, hogy nem lesz rosszabb, mint a mostani, mert azért látom, hogy ezt minden évben tudjuk hozni. Tehát megpótoljuk a pénzt, amelyik esetben nem nincs pályázati pénz, és kiírjuk januárba a pályázatot, és március végén elkezdhető a véleményem szerint a óvodának az építése. Valaki megnyeri, megépíti. Hát szerintem... 21-re akkor várható. Várható, hogy a következő évre már végére, vagy év őszére már el tud készülni. Mert ez csak egy három tantermes, kényelmes, három szobás, tehát három tanteremnek nevelő csoportszobás, plusz egy kis tornaterem, meg egyebek, azért az is már dukál hozzá. Tehát szerintem irigykedni fognak a többi óvodában, akik fent vannak, csak mindenki a távolságot nézi az otthonától. Ez a körzet, az én körzetem, az egyes körzetnek nagyon hiányzik ez az óvoda, mert pont ott van mellettünk, és így jelenleg másfél kilométerre mennek a másik óvodákhoz, meg kettőt is. És nem mindenki akar kocsival járni, ez a hévgerincén van. Igen. Azt jelenti, hogy beviszi a gyereket az óvodába, lepasszolja, vagy leteszi a gyereket, átveszik a gondozók, és felszáll a hévre, és megy dolgozni. És ugyanez visszafele is. Ez egy nagyon kényelmes, ez a város szerencsé, ez a három év megálló. Igen, én azért bízom benne, hogy akkor pozitív lesz majd az elbírálás a pályázatnál is. Egy kicsit térjünk rá a Dunaparti részre, hogy ott mi a helyzet. Hát a Dunaparti rész, amivel én úgy érzem, hogy adósok vagyunk a lakosságnak. Sajnos a Dunapart az egy bizonyos rész ártér, és ott laknak nagyon sokan, meg a másik rész hullámtér. És ezért, mivel ezeknek ez a neve, hogy ártér, meg hullámtér, nehéz pályázati pénzeket szinte nem is lehet rákapni. Lakosság összefogással próbáltak most ivóvizet szerezni maguknak, megkapták az ajánlatot, mert minden további nélkül mi nem akadályozzuk, már módosítottuk a rendeleteket is, hogy ha nincs csatorna, akkor is lehet ivóvíz, meg ha nincs gáz, akkor is lehet, de olyan magas költségek jönnek ki, hogy muszáj valahogy másképp megoldani. De azért, hogy én tapasztaltam, az emberek erre felkészültek, mikor oda költöztek. Nagyon sok ember kutatfúratott, tehát csak az ivóvíz problémája van. Majdnem van, akinek jó kutya van, azt mondja, hogy neki teljesen egészséges a vize, de a többségnek nem.
hát őről se akarunk megfeledkezni, mert most a DMRV-t folyamatosan agitáljuk, hogy egy rendes törpekutat tegyen oda le nekünk, ahhoz, hogy az embereknek ne kelljen elmenni a város másik végére, ha ivóvizet akar hazavinni. Egyébként most a megárad Duna, hogy ugye ezért elég sok víz összegyűlt most a Dunamederben, most mennyire okozott problémát ezen a területen? Hát ezt megúsztuk, megúsztuk. A sziget is megúszta, most voltam kint a Lupa-szigeten, tulajdonképpen, és voltam én egy jó párszor, csak hogy most nem voltam egy éve, kimentem, és meglepődtem, hogy ez a sziget csodálatos. Olyan platánsor van, hogy szinte ritkítja. A sziget magáról gondoskodik, nyugodtan mondhatom, hogy megfelelően gondoskodnak a lakók a sziget fenntartásáról, és ennek kifejezetten örülök, mert ennek ez a rendje, hogy szép sziget, szép legyen minden. De viszont a Dunapartnál ott megy az a bicikliút, hát azt elönti ilyenkor az árvíz. Ez az önkormányzatnak egy kicsit többletmunkát okoz, mikor visszahúzódik a Duna, az iszapot le kell takarítani, meg kell szabadítani a odahordott hordalékokról, hát elég kemény szennyezés kap ilyenkor a bicikliút, úgyhogy. Az utakkal is egyébként ez a helyzet, mennyire kerültek most víz alá, vagy most ez szinte semmi. Csak a bicikliút. Szerencse volt tényleg. Úgyhogy hát még azért 5 méter valamennyi, ott 6 méternél jönnek a problémák általában. Úgyhogy, akkor most szerencsésen alatta maradta. Igen, úgyhogy igen, ezt onnan is észrevettem, mert van egy olyan programunk még, hogy a költségtér, na minek mondtuk ezt, amikor a rezsicsökkentésre, akkor tűzifát kaptak az emberek. Hát az én közvetemben nincs gáz, ott a Dunaparti részen. Tehát összességében Budakalászon 171 néhányan igényeltek rezsicsökkentésbe fát. Én, hát idős emberek, meg autó nélküliek is, meg egy Suzuki-ban nem lehet berakni 300 kilót tűzifát, meg körülbelül annyi járt a rezsicsökkentésbe. Egy párnak segítek is, meg mai napig is segítek, hogy összefogunk, önkormányzat is segít, de én magam is elviszem egy kis teherautóval nekik a tűzifájukat, hogy segítsünk, mert különben csak pénzért tudnák elvinni. Hát az igen. És ennél a rezsicsökkentésnél tapasztaltuk azt, hogy milyen sokan élnek ott életszerűen. Mert ezek az a 171 néhány ember, aki ott tűzifát kap Budakalászon, ennek a 90% vagy a 70% a Dunaparti, azok ott is élnek, állandó lakcímmel. Csodálatos, hogy rendbe hozták otthon a nyaralóból, a régi fészerekből hőszigetelt épületen, átadták a gyereküknek a saját otthonukat, ők meg kint élnek az emberek, meg fiatalok is költöznek, és nagyon szép házak is épültek. Folyamatos az élet. Így van. Tehát nem szabad elhanyagolni őket, hogy Dunapart, úgyse tudunk. Hát idő megoldja, idővel biztos meg lesz minden. Most egy kicsit akadályoz minket is azért az autópályaépítés, mert azért ilyenkor le van korlátozva, hogy 200 méterre az autópályától, vagy 150-re a gerinctől semmit nem lehet csinálni. És ott élnek emberek, ott vannak a telkek. Sajnos ezt ki kell várni, de bízunk benne, hogy ebből lesz valami. Mikorra várható, vagy lehet-e már tudni ezzel kapcsolatban valami időpontot? Hát az autópályával én már egy kicsit úgy vagyok, hogy meg majdnem mindenki, hogy már annyi időpont elhangzott, hogy jó lenne, ha már megépült volna, azt tudjuk jó, de még egy pár évre szerintem várni kell rá, tehát most én már nem ismerek nyilatkozni, mert volt bennem 2011-es is, meg 2021-es, meg 23-as számok is elhangzottak, de ez nagyon sokban van. Nagyon sok akadályt okoznak azok, akiknek útban vannak, telkük, nyugodtan mondhatom, hogy a zöldek azok teljesen ellene vannak, zöld szemmel nézve teljesen igazuk van, de azért azt is figyelembe kéne venni, hogy a lakosság 5%-a nem ért vele egyet, azért a többinek is a figyelembe kell venni a véleményét. Milyen tapasztalat egyébként, hogy így mennyire szólítják meg önt az utcán, a körzetében élők, hogy akár kéréssel, vagy az, hogy jaj, de jó, hogy ez megvalósult, most gondolok itt bármilyen témára. Hát rengeteg kérés jön, rengeteg telefon jön, szó szerint, tehát felhívnak este 9-kor, 10-kor, hogy te Istvánkám,
ott lakott településen anyukája ott maradt, azt mondja, hogy nem veszi fel anyám a telefonját. Nem tudná átmenni esetleg, megnézni, hogy mi történt vele, esetleg nincs-e valami baj. Nem egy esetben kaptam kulcsot is hozzájuk, de az önkormányzat is figyeli ezeket az idős embereket, hogy ezeket a hiszékenység vámszedői folyamatosan kerülgetik, és nem győzik mondani, tudom, mondta már a fiam is, hogy figyeljek, itt a nyomógomb csak meg kell nyomjam, és akkor már jön is értem a fiam, be van állítva a telefon, meg egyebek, de nem hallja, mert elalszik, meg a tévét nézi, és akkor én is aggódtam, a édesanyám iránt sajnos már nem ért, hogyha már nem vette fel a telefont, abban a percben rohantam át, hogy anyám, mi van, jól vagy, minden? Nem, csak elbóbiskoltam. Úgyhogy, de meg minden egyéb problémával. Tehát sajnos olyan problémák is vannak, amiket én nem tudok orvosolni. Egy szomszéddal való macskavitát nem tudom megoldani. Mondom, hogy átjön, de tolerálni kell a szomszédoknak egymást, de egyre kevesebb a ilyen jellegű probléma. Megkeresnek utána, mondom, hogy na mi történt? Ó, most már megoldódott a probléma, minden rendben van. Mondom, látja, ez a jó. Nem... Feljelengetéseket nem nagyon szeretem, amikor valakinek valami baja van, hogy beszóljon a hivatalba. Mondom, ne szóljál be a hivatalba, teljesen felesleges, ezt meg kell oldani. Akkor csak megharagszanak. Most a hivatal, csak én elmegyek, és nagyon szívesen beszélek velük, hogy átlóg a növényzeted, a rózsád, neked beleakad a fejed, mert nem tudod ott kapálni a kertet, hogy nem lehetne levágni, vagy valami. Én felszoktam kínálni, hogy nekünk is az volt, hogy kilógott a rózsa a sövény, a szomszédnál mondom, te nekem van egy nagyon jó ólom, szívesen kölcsönadom, de le is vágom neked, ha akarod. Jaj, de jó, mert neki nincs óla, és nem tudta, hogy mit csinálja. De tényleg úgy kell közelíteni mindenkit meg, hogy ne érezze haragba. Segítsünk egymásnak. Ez nagyon fontos. Mindenkit megkérdezek így önt is, hogy tart-e fogadó órát, vagy milyen más megoldással tud kapcsolatot tartani a polgárokkal? Hát mivel teljesen nyitottak vagyunk, a telefonszámom, e-mail címe minden fent van, de valójában én azt érzékelem, főképpen az idős emberek igénylik a kommunikálást, hogy ők felhívnak telefonon. Ha látom, hogy 26-os körzetből már tudom, hogy valamelyik nyugdíjas hív, hogy mi a problémája, mit látott, kit látott, ami neki nem tetszett, az utcán közlekedő, nagyon figyelnek ám, azért vannak önkéntesek, akik tényleg jelzik, hogy Istvánkkal meg jöttek hozzám, hogy 20 ezer forintért megköszörülik az összes késemet. És mit csinált? Becsuktam az ajtót, mondom, jól tette. Úgyhogy, de legalább már telefonált, azáltal tudtam a városrendészeket riasztani, hogy a köszörűsök járnak, és akkor mentek is körbe kocsival, és el is hajtották őket, hogy na, ez nem megy, ez a játék, fiúk, menjetek máshova. De ez folyamatosan? Folyamatosan. Nem tudok be hazamenni úgy a kocsitól, a parkolótól, általában olyan 50 métert kell menjek, hogy hazatól látják, hogy kiszálltam a kocsiból, és akkor elindulok a házhoz, és erre egy fél óra múlva megyek. Hol voltál? Mondom, nem értem haza. Közben hárman megállítottak. Nagyon szépen köszönöm, képviselő úr, hogy a vendégem volt, és mindezeket az információkat megosztotta a nézőkkel és velem is. Köszönjük szépen én is, és üdvözlöm a nézőinket. Nézőinknek köszönöm figyelmüket. Vendégem volt Máté István, Budakalász 1-es számú választókerületének önkormányzati képviselője, a Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság elnöke. Találkozunk legközelebb is. Viszontlátásra!